Az R&D szervezetének a munkájának köszönhetően több helyi kezdeményezés indult el. Több helyről olyan ötleteket kaptunk, amelyek segítettek bennünket abban, hogy egy olyan családpolitikai intézkedéscsomagot dolgozzunk ki, amelyel segíteni tudjuk az erdélyi magyar családokat. Elindulunk azon az úton, amely szükséges ahhoz, hogy a jövő év végére egy hatékony, igen erős RMDS képviseletet tudjunk magunknak. Az elmúlt időszakban hozott intézkedéscsomagjainknak a célja az volt, hogy segítsük az erdélyi magyar családokat, az erdélyi magyar nőket, hiszen biztonságot szeretnénk itthon, az itthon maradott nőknek, azoknak a fiataloknak, akik itthon akarnak családot alapítani. Az RMDS nőszervezetének prioritásai nyilván az RMDS prioritásain alapulnak, és tudjuk azt, hogy egy erős családon álló közösség egy erős közösséget jelent. Éppen ezért kiemelten fontos számunkra az, hogy a család elismertségét, a család tekintélyét a társadalomban növeljük. Fontos az, hogy a nők elismertségét és a nők lehetőségeit szélesebbre nyissuk. Az RMDS nőszervezetében ezért fogunk továbbra is dolgozni, azért, hogy segítsük az erdélyi családokat, segítsük az időseket, segítsük a fiatalokat, hogy itthon tudjunk biztos magyar jövőt teremteni.